A Torontálvásárhelyi Mósa Piádi Általános Iskolában a Tartományi Oktatási Titkárság jóvoltából a nyílászárók cseréjére került sor 10 tanteremben. A napokban a mellékbejárati ajtót cserélik ki. Egy hete kezdődtek meg a munkálatok a nyílászáróknak a cseréje iskolánkban, amit a Tartományi Oktatási Titkárság, illetve a Tartományi Kormánynak a támogatásából tudtunk megvalósítani. Ezek a munkálatok most már úgy nagyjából befejeződtek, a nagyobb része, illetve most még az ablakok körüli úgymond szegélyeknek az elhelyezése fog majd soron következni a napokban. Belül is az osztálytermek most már teljesen, tehát minden ablakok cseréje utáni munkálatok, mint amilyen a falaknak a festése befejeződött, így most már az osztályokat takarítjuk, és várjuk majd a diákokat, akik majd jönnek javítani. Ami még itt a nyílászárókhoz tartozott, az egy mellékbejárati ajtónak a cseréje. Ez az ajtó még majd szintén a napokban kezdődik meg ennek a munkálata, tehát ez is a napokban be fog fejeződni, és akkor ilyen komplett meg lesz ez a pályázat. A projektnek a második fázisa 3.200.000 dinár volt. A harmadik fázisban az udvar felől megmaradt tantermek ablakát fogják kicserélni.